Túrmezei Erzsébet, pótvizsga szeretetből. A mester nagy iskolájában ma szeretetből pótvizsgáztam. Tanítóim előtt remegve álltam. Az első vizsgán én elbuktam. A tételt bár kívülről tudtam, de gyakorlatilag azt előadni nem tudtam. Szeretem, aki engem szeret, minden jó embert, aki csak lehet. De az ellenségemet, aki rágalmaz, kinevet, ad mindenféle csúfnevet, gyaláz és megaláz engemet, ilyet én nem tudok szeretni. Nem! És ezt húztam ki, ez volt a tételem, hogy ellenségemet is szeressem. Szereted? Kérdezte tanárom, az én mesterem és megváltom. Nem tudom, hiába próbálom. Szelíden mondta, de erélyesen. Pótvizsgára mész, és ha mégsem tanulod meg, megbuksz egészen. A szeretet nehéz tétel, legtöbben ebben buknak el, mert aki bánt, azt is szeretnünk kell. De mesterem tovább tanított, külön órára hívott, szeretetével sokat kivívott. Mutatta kezén, lábán a sebet, hogy mennyit tehet a szeretet. Eltűrni a kereszt szegeket. Eltűrni a gúnyt, gyalázatot, tövis koronát, nehéz bánatot. A dárdaszúrás, mit értem kapott. Megrendültem egész szívemben. Hát a szeretet ilyen végtelen. Tanítóimtól tanulni kezdtem. Megnyerheted vele, úgy lehet, hogy ő is megtér, hogy ő is szeret. Ha látja a te szeretetedet. Így tanított. Szívem felrázta. Látta, hogy hajlok a tanításra. Szeretetét szívembe zárta. És ma, és most pótvizsgáztam belőle. Ott volt ellenségem is. Gúnyos megjegyzést kaptam tőle. De én szeretettel feleltem, s e szeretettel őt megnyertem, és a pótvizsgán által mentem. Tovább tanulok, tovább megyek, vannak szeretett egyetemek. Magasak, mégsem elérhetetlenek, mert más tudományt sokat tanulhatok. Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok, de ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok.